olyan témáról szeretnék beszélni, amiben mindannyian érintettek vagyunk, igazából már gyerekkorunk óta. Az olyan dolog, amivel találkozunk már az óvoda előtt, és elkísér bennünket szinte egész életünkben, és minden korban ennek a dolognak más és más neve volt, és más neve van. Most az a kifejezés, amit talán a legtöbben használnak manapság, az az a kifejezés, hogy frusztráció. A szakirodalomban az is szerepel, hogy szorongás, csak a szorongás az ugye sokkal szélesebb. Mi az a frusztráció? Ugye ez volt az első kérdés, ami a meghívóban szerepel. Mi az a frusztráció? Hát talán úgy lehet ezt kicsit képletesen elmondani, hogy a frusztráció az az a szorongásos lelki állapot, ami bennem van, amikor valamiről van egy elképzelésem, hogy én szerintem hogy fog történni, aztán a gyakorlatban kiderül, hogy nem úgy történik. Na, ugye az az érzés, az a frusztráció, hogy valamit gondoltam, van bennem egy vágyam, hogy ilyen meg olyan legyen, aztán szembe kerülnek a vágyaim a valósággal. Vagy én úgy szoktam mondani, a frusztráció az az, amikor az elképzeléseim a lehetőségeimmel kerülnek szembe. Gondolok valamit magamról, a helyzetről, és nem úgy lesz. Mert valami akadály van. A 3 éves gyerek próbálja összerakni a kirakóst, vagy a legót, és nem akar ott maradni az a pici darab. Leesik. Még egyszer visszateszik. Megint leesik. Harmadszor megint leesik, és a gyerek fogja a legót, és a sarokba dobja. Illetve attól függ, hogy milyen a gyerek, arról mindjárt beszélünk. Na, ott van ugyanaz. Már ott megjelenik a kisgyerek életében a frusztráció. Hogy anyu, palacsintát szeretnék, nem kisfiam, mit tudom én, brokkoli lesz. Ugye, tehát ismerjük ezt, hogy még a gyereknek is van egy elképzelés, egy vágya, hogy valamit nagyon szeretne, talán még föl is teszi a kérdést, rendesen neve a gyereknek, hogy kérni az anyjától, hogy legyen palacsinta, de hát éppen otthon nincs tojás, és akkor ugye az elképzeléseim találkoznak a lehetőségekkel, és kiderül, hogy nem ugyanúgy, nem úgy vannak. Nem lehet. A kisgyerek azért nem tudja oda rakni a legót, mert a keze még nem ott tart. Ugye, tehát fizikailag nem képes ezt megcsinálni. Vagy azért nem lesz palacsinta, mert nincs tojás. Vagy már ott van a brokkoli a főzőlapon. És ezért nem lesz. Sok ilyen oka van. Csak ugye ez elkísér ez a dolog bennünket egész életünkben. Vannak ilyen kitüntetett időszakok. Ugye a gyereknél talán az a dac korszak, ugye? Hogy pont még nem óvodás, vagy már kis csoportos, és akkor úgy tud dühbe körülni néha, hogy már nem vicces. Aztán, amikor iskolás lesz, akkor már kicsit jobban megszokja a helyzetet, aztán szegény gyerek egyszer csak tínédzser lesz, kamasz. És újra jön az, de ugye minden oldalról a kamasz életében, hogy fejben ő már felnőtt, csak korban még nem. Sok mindent szeretne, csak nem meri megtenni. Belezúg egy lányba, de nem meri neki elmondani, mert még gátlásos, és tele van szorongással, frusztrációval, ezzel valamit csinálni kell. Szeretne autószerelő lenni, de még a matek sem megy neki, és de kell a papír ahhoz, hogy mehessek abba az iskolába, amivel szeretnék. Vagy szeretném már a saját időmet beosztani, és édesapám azt mondja, hogy nem lehetek fönn éjfélig, vagy anyukám azt mondja, hogy reggel 6-kor fel kell kelni, meg megint, ugyanaz az érzés. Mondom, lehet, hogy a kamasz nem úgy nevezi el, hogy frusztráció, azt se tudja,
hogy ez frusztráció, csak ha belegondolunk, hogy ő milyen helyzetben van, akkor ez ez. Aztán ugye ez a kapuzárási pánik, amikor az ember a 40-valahány évesen leül egyszer egy napon, és végig gondolja, hogy és most én elértem, amit akartam. És akkor jönnek azok a furcsa lépések, hogy valaki hirtelen rájön arra, hogy most egy szakmában van, de igazából mindig pék akart lenni. És ott hagyja az állását, és elkezd sütögetni. Mert igazából az volt a vágya. Vagy kicsit depressziós lesz, mert mindig az volt a vágya, hogy valaminek legyen ő a főnöke, de még mindig van neki egy főnöke. És ő ma igazgató szeretett volna, és nem tudta elérni. Vagy mindig is utazni akart volna, de a pénzügyek nem engedték, hogy utazzon. Talán ismerjük ezt a helyzetet is. És akkor ugye, mikor jön ez még vissza, mindenki, szinte mindenki itt van, tudja, nyugdíjazás után. Amikor már nem tudom azt mondani, hogy én ilyen meg olyan ember vagyok, aki ott meg ott dolgozik, és ez az, és az a foglalkozásom, hogy azt mondom, hogy én nyugdíjas vagyok. Ugye akkor ügyesen hozzáteszi, hogy én nyugdíjas autószerelő vagyok, és akkor a másik érti, hogy én autókat szeretnék szerelni. És ha van neki ilyen baja, akkor szólhat nekem. De akkor mit teszek még a következő években? Amikor még vannak elképzeléseim ám az életemről, csak ugye a testi lehetőségek, mert lehet, hogy a pénzügyi lehetőségek így beszűkülnek. És már egyre kevésbé tudom azt tenni, amit szeretnék. Vagy azért neveltem a lányomat, fiamat, hogy majd közösen egy nagy háztartásba élünk, aztán az egyik Pesten van, a másik Angliában. Én itt meg itt vagyok Gyönkön, és ott van az a kert, hanem nem maradhat így, hogy mostan a szomszéd mit fog szólni. Csak az erőm nem engedi, hogy úgy nézen ki, mint még 10 évvel ezelőtt. És megint ugye jön az az érzés. Ez a szorongás. Mit fognak szólni? Mi lesz vele? Tehát olyan dolog, ami állandóan kísér bennünket, ott van az életünkben, és két probléma, vagy igazából 3 probléma van ezzel. Az egyik az, hogy nem nagyon szoktak erről beszélni. Hogy valahogy néha egy kicsit ilyen szégyen. Azt mondom, hogy frusztrált vagyok, vagy nagyobbak az elképzeléseim, mint a lehetőségeim. De igazából arról már a kis gyerekes szülőkkel kellene beszélni. Hogy amikor a gyereked ezt, azt, amaszt csinál, akkor ez azért van, mert ilyen szorongás van benne, és ő szeretné ezt levezetni valahogyan, csak arra kellene tanítani, már kisgyerek korában, hogy mi az okos megoldás ilyenkor. Mert mindjárt beszélek róla, hogy most sok mindentől függ, de igazából 6 féle lehetőség is van, hogy mit csinálok ilyen helyzetben, csak az okos megoldásra kellene tanítani már a gyereket, amikor már 3 évesen ugye a sarokba dobja a legót, már akkor kellene megtanulni, hogy ilyenkor mi az okos megoldás. Hogy majd, amikor kamasz lesz, ne kezdje összefirkálni a buszmegállót, vagy betörni az iskola ablakait. Vagy hogy felnőtt korban ne tegye azt, hogy elhagyja a családját, mert neki hirtelen eszébe jutott, hogy neki mindig is volt egy vágya, és most teljesíteni fogja, ha tetszik a családnak, ha nem. Tehát ez az egyik. Korábban kellene erről beszélni. Másik dolog az, és ez lesz most egy kicsit a nehéz ebben az előadásban, hogy elég sok olyan megoldás van erre a helyzetre, ami nem okos. Sok mindent szoktunk ilyenkor csinálni, ami igazából nem segít, csak egy darabig segít, egy kicsit segít, csak hosszú távon egyáltalán nem. És a harmadik probléma az, hogy de mégiscsak van egy megoldás, csak valahogy nem szoktuk ezt ide csatornázni. Hogy az a megoldás ehhez a problémához tartozik. Na, akkor nézzük meg. Tehát mondtam, az elsőre mondtam a megoldást, hogy igazából már az óvodában, az általános iskolában a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is kellene erről a témáról beszélni. Hát most föl lesz véve, tehát majd minden szülőmet kapja a tévét, meg fogja nézni, hogy hogy is van ez. Tehát jó, első probléma megoldva. Második. Mit csinálunk ilyenkor?
Amikor frusztrált vagyok, amikor jön a szorongás, hogy nem tudom azt tenni, amit szeretnék, amit elképzeltem, vagy amikor nem úgy alakul az életem, ahogyan mindig elképzeltem, akkor milyen megoldási stratégiák vannak? És érdekes módon, hogy ezt már a gyerekeknél is lehet látni. Egy kicsit itt a genetikától, a családi háttértől függ, hogy ki mit csinál. Ugye mondtam azt, hogy a gyerek a sarokba dobja a legot. Hogy mit csinál ilyenkor? Levezeti a szorongást. Ugye benne van ez az érzés, hogy nem sikerül. Hát éppen kéznél van ez a legó, ami nem akar megállni a másik legó kockán, akkor levezetem, erőszakkal levezetem a szorongásomat. Attól kicsit jobban érzem magam. Hogy ugye, hogy ez az a szorongás az már nincs bennem, mert az az energia, ami ebben volt, ebben a remegésben, azt levezettem abba, hogy félredobtam a legó kockákat. Tehát ez, jó, egy kicsit jobban érzem magam, csak ugye az égvilágon semmi nem oldódott meg. Sőt, anyu, apu azt mondja, hogy Balázs, hogy csináltál? Hát kell a játékot így a sarokba dobni, és lehet, hogy még büntit is kap ráadásul. Ugye ilyenkor érdemes erről beszélni, már a gyerekkel, hogy most mi történt? Mert ha nem, akkor lehet, hogy ez rögzül a gyerekben. Vannak emberek, akik egyszerűen nem tudják másképp levezetni a feszültséget, csak úgy, hogy összetörni kell valamit. Hát az elején még csak a legó, aztán jönnek a tányérok, aztán, mondom, az iskola ablakai. Le kell vezetni azt a feszültséget, hogy megint hármast kaptam matekból, és valamit kell ezzel csinálni. Ha az ember nem tanulja meg időben, hogy ez nem járható út, akkor lehet, hogy ez megmarad. Ugye a család elég sokszor a családi erőszak hátterében éppen ez áll. Hogy aki erőszakoskodik a családban, nem ellenség a családnak, nem akart ellenség lenni, csak olyan szorult helyzetben van, olyan szorongásos helyzetben van, olyan frusztrált helyzetben van, hogy, és nem tanulta, hogy mit kell ezzel csinálni, hogy levezeti a szorongást a párján vagy a gyerekeken. Bár se a gyerek nem tehet róla, se a párja nem tehet róla, és holnap újra bemegy az ember a munkahelyére, és ugyanolyan feszültséggel jön újra haza. Ez a levezetés. A negatív levezetés ugye ez, erőszak. A pozitív levezetés az, hogy akkor inkább elmegyek sportolni. Ugye, az már az elitebb megoldás, ha szabad így mondanom. Hogyha nagyon frusztrált vagyok, vagy nagyon sok stressz van rajtam a munkahelyemen, akkor mellette csinálok valami mást, amiben le tudom vezetni ezeket a dolgokat. Megyek sportolni, focizni. Röplabdázni. Valamit csinálok, harci művészeteket választanak. Mások, hogy éppen azért, hogy az erőszakban próbáljak ezt megoldani, csak a sport keretében. De ugye a háttérben ugyanaz a dolog van, hogy felgyülemlik bennem a feszültség, levezetem azt a feszültséget, ami bennem van, aztán holnap bemegyek a munkahelyemre, és kapom a következő porciót. Tehát ez egy ördögi kör. Tehát így is lehet kezelni, szinten tartani, ha szabad így mondanom, a lelki életemet. Tehát ha több stresszt kapok, akkor többet megyek sportolni, csak ugye ez nem megoldás. Ez igazából csak a szorongásnak a kezelése. A másik lehetőség az, hogy nem levezetem, hanem elfedem. Valamit ráteszek. A rossz érzésre ráteszek egy jó érzést. Hollandiában azt veszük észre, a rokonságban, hogy évente 4-5-szer mennek nyaralni, vagy éppen síelni. És arról mesélnek, hogy olyan nyomás van rajtuk a munkahelyünkön, hogy annyit kell csinálni, annyira embertelen talán a társadalom, azt már az én véleményem, tehát hogy olyan stresszbe élnek állandóan, hogy csak úgy lehet kibírni, ha az ember évente több alkalommal elmegy olyan helyre, hogy jól érzi magát. Franciaországba, vagy valami távoli szigetre, és akkor 2 hét semmi, de jól érzem magam, teljesen feltöltve megyek haza, és ugye 3 nappal munkahely után már ott vagyok, hogy megint el kéne menni valóban.
Ugye ez a másik lehetőség, hogy nem vezetem le a feszültségemet, hanem a rossz dolgokra ráteszek jó dolgokat. És ha nincs pénzem erre, hát akkor a sarkon veszek egy kis drogot. Ugye? És a pesti gyerek, amikor éppen nem firkálja össze az iskolapadot, és éppen nem töri be a busz megállónak az üvegét, akkor a sarkon talál egy embert, aki tud neki valamit adni, bió, fű, nagyon jó, és egész hétvégén olyan érzéseket, meg olyan jó élményeket kap, hogy kibírja utána az iskolát is a következő 5 napot. És volt egy tanítványom szakiskolában, még Hollandiában, év ismétlő volt természetesen szegény, aki így oldotta meg a feszültségét. És azt mondja, tanárbácsi, képzelje már el, hogy én az elmúlt évről semmire sem emlékszem, legalább arra nem, amit tanulni kellett volna. Egy nagy köd. Nagyon jól éreztem magamat, ugye cigi, a főves cigi, de hogy az iskolában mi történt? Tehát működik ez, azt akarom ezzel mondani, működik ez, hogy tényleg le tudom nyomni azokat a rossz érzéseket, csak valamikor ugye kiderül, hogy ez igazából hosszú távon nem járható út. Régebben tudták ezt drog nélkül is. Ugye abból lett a gyomorfeké. Például, ha stressz alatt vagyok, de nem akarom megmutatni, akkor is meg fogom oldani. És lenyomom, és akkor valahol pak! Egy kis gyomorfeké, egy kis fejfájás. Lehet ez még sokkal bizarrabb is, hogy ettől valaki lebénul, mert annyi stressz van benne, hogy a teste azt mondja, hogy pihenni kell, de most a gazda nem hallgat rám, akkor leállítom itt a járást, lesz itt pihenés. Volt egy ismerősöm, aki így járt. Nem tudta megoldani a frusztrációkat, a stresszt. Magába tartotta, mert ő ilyen ember, ugye? Van, aki levezeti, kifele küldi az energiát a szabad démonra, a másik meg magába eszi. És valahol mi ki fog ütni. Ez ugye az érzésnek a kezelése. Ezt lehet egy darabig csinálni. Amíg az ember rá nem jön, hogy igazából hosszabb távon ez egyszerűen nem működik. Mert mi a baj? Hát a helyzet nem oldódik meg. Az, hogy nem tudom elérni, amit szeretnék. Az a helyzet nem oldódik meg. Akkor mi a második lehetőség? Hát a második lehetőség az, hogy én keresem azt, hogy miért nem tudom keresztül vinni azt, amit szeretnék. Magyarul, ki a felelős? Ki csinálja azt, hogy én nem lehetek boldog? És van, aki ugye külső forrást keres. Lehet, hogy még egy kis hátszelet, segítséget is kap. Ki az, aki azt csinálja, hogy nem lehetek gazdag? Ki csinálja azt, hogy most nem lehetek boldog? Ki csinálja azt, hogy nincs munkahelyem? És ha nem magamban keresem a hibát, akkor biztos valamikor megtalálom a hibást. Hát valaki elveszi előlem a munkahelyemet. A holland panaszkodik Hollandiával, hogy jön az a tömeg, ezek a lengyel vízszerelők, Hollandiában az volt a, tök mindegy, lehetett raktáros is, lehetett magyar is, csak ez volt a bűvszó. A lengyel vízszerelő, az volt a mumus. Jönnek ide ezek a kelet-európaiak, alacsonyabb páron dolgoznak, elveszik tőlünk a munkahelyeket. És ezért vagyunk mi bajba. Gondolva. Utána mehetek, ugye, tüntetni, ne jöjjenek ide a lengyel vízszerelők. Majd meg a havarokkal beszélhettek arról a kocsmába, hogy na, vissza kellene küldeni ezeket a lengyeleket Lengyelországba. Vissza kellene építeni azt a falat. Nem volt az olyan rossz ötlet a németektől, hogy építettek egy falat, csináljunk ezzel már valamit. Megtalálom, és ha nem konkrét, akkor ugye, akkor Brüsszel. Ha nem a lengyel,
ha nem a lengyel vízszerelő, akkor valami megfoghatatlan dolog. Az ellenség. Vagy a csillagok nem engedik. Van egy külső ellenség. Hát azzal kellene valamit csinálni. És lehet, hogyha hazaküldjük a lengyel vízszerelőket, lebombázunk Brüsszelt, és átrakosgatjuk rakétával a csillagokat, vagy valamit csinálunk, vagy valami szertartást csinálunk, és akkor végre minden rendben lesz. Ami ki nem derül, hogy ez nem úgy volt. Ami ki nem derül, hogy csinálják ezeket, ugye Brexit erről szól. 2 évvel ezelőtt az angolok arra szavaztak, hogy ne jöjjenek ide lengyelek, de magyarok se, de más idegenek se. Most mit olvasok az újságba? Na kezdenek panaszkodni, hogy hát kicsit kevés a munkavállaló. Vannak olyan munkák, amikhez nem találunk embert. Mert eddig a magyar, a lengyel szokta csinálni, mi meg úgy angolok vagyunk, tehát az nem, ami nem, mi nem szoktunk ezzel foglalkozni. És kiderül, hogy talán nem az volt a probléma. Mindenki rosszul érezte magát, mindenki frusztrációban volt, kitalálták a külföldiek. Ha nem lennének külföldiek, akkor minden rendben lenne. Hát most fél időben kiderül, hogy talán nem az volt a baj. Csak kerestem a bűnbakot. Ugye más, megint személyiségtől függ, más önmagában keresi a hibát. És keresi, és azt mondja, azért nem sikerül, amit szeretnék, mert én ilyen ember vagyok. Mert én ilyen butugya ember vagyok. Hogy nekem nincs is diplomám. Vagy lusta vagyok hozzá. És lehet, hogy az elején még csak közömbös, hogy hát na, ez történik, én meg ilyen ember vagyok. Ha ebből nem jön ki, akkor ki lesz a bűnbak? Ő maga lesz a bűnbak. A saját kudarcának a bűnbakja. Ugye itt kezdődik a depresszió. Amikor az ember abban van, hogy a helyzetről van egy elképzelése, csak a lehetőségek nem engedik, hogy az történjen, amit szeretnék, és annyira magamban keresem a hibát, hogy én vagyok a legrosszabb ember a világon. Én olyan rossz vagyok, hogy rajtam már segíteni sem lehet. Süts. És ugye, ha ezt nem tudjuk megállítani, akkor végén ott van az öngyilkosság. És jó esetben még vannak emberek ilyen ember körül, akik próbálnak segíteni. Valahol egy másik közösségben azt mondták, hogy hát de mi oda mentünk az illetőhez, akiről tudtuk, hogy annyira depressziós, hogy nem is akar főzni magának. Oda mentünk, és főztünk neki egy ebédet. Ugye milyen jó ötlet? És akkor kicsit beszéltem arról. Tehát, én vagyok a depressziós. Én semmire sem vagyok jó. Nincs kedvem ebédet főzni, akkor most nem főzök ebédet. És jön egy másik ember, aki megfőzi nekem az ebédet. Akkor vajon én erre mire fogok gondolni? Este, amikor miután megettem szépen az ebédet, és a barátnőm hazament, mit fogok mondani? Belenézek a tükörbe, és azt mondom magamnak, na látod, még ebédet se tudsz főzni. Te olyan rossz ember vagy, hogy valaki másnak el kell jönnie, hogy megfőzze neked az ebédjét. És ott szoktam mondani, hogy a depressziós embert nem lehet úgy segíteni, hogy helyette csinálok valamit. A depressziós emberen úgy lehet segíteni, hogy vele együtt csinálok valamit. És a végén azt mondom neki, hogy na látod, tudsz te ebédet főzni, ám? Én csak segítettem egy picit. De holnap már egyedül is tudsz ebédet főzni. Szerintem itt többen tudják, hogy itt miről van szó. Hogy amit mi segítségnek gondolunk, az pont azért nem segítség, mert mi a probléma, ami a háttérben van? Kudarc az életem, és én vagyok az oka, és rajtam már semmi nem segít. De látjátok, hogy sok ilyen élethelyzet van, sok ilyen problémás helyzetet láthatunk körülöttünk, és mi van a tetején? Mi az egésznek az okozója? Az mindig ugyanaz. Hogy az embernek az elvárásai szembe vannak a lehetőségeivel. Tehát a felelős keresés igazából az sem megoldás. Mit kell kezelni? Nem az érzéseket, és nem is valami felelőst kell keresni, mit kell csinálni, valahogy a helyzetet kellene megoldani.
Az a helyzet, ami okozza nekem a szorongást, a frusztrációt. Azzal kellene valamit csinálni. És hogy ott is van két lehetőség, az egyszerűbb lehetőség az, hogy igyekszem nem ilyen helyzetbe kerülni. Tehát ha félek attól, hogy emberek előtt beszéljek, és éppen kell egy ember, aki mondjon valamit egy csoport előtt, akkor ú, de fontos dolgom van, hogy pont most kell nekem elmennem. Hogy tudom azokat a helyzeteket kikerülni, amelyek okozzák nekem ezt a rossz érzést. Vagy valamikor volt egy balesetem egy kanyarban, és akkor legközelebb próbálok úgy vezetni, hogy ne legyen kell kanyar az utamba. Vagy valamikor karabolozott a busz, és azóta nem ülök föl a buszra. Ugye ezek érthető dolgok, ha ez egy darabig így van. De vannak emberek, akik ebben maradnak benne. Ilyen meg olyan helyzet frusztrál engem, frusztrációt, szorongást okoz, és ezt próbálom kikerülni. Utána azt is próbálom kikerülni, ami hasonlít rá. Aztán a végén egyedül ülök a szobámba, és ki sem merek lépni a házból. Nem, a helyzetet kell kezelni. És ugye remélem, hogy az iskolában erre tanítják a gyerekeket. Ha szembe találod magadot olyan helyzettel, amiben kiderül, hogy amit te akartál volni, az nem sikerül, akkor meg kell nézni a helyzetet. Akkor mi itt a probléma? Valami ismeretem hiányzik? Valamit kellene hozzá tanulni? Nem vagyok még elég erős hozzá? Vagy egyszerűen valamit gondoltam, ami eleve lehetetlen? Hogy akartam azt a gépet kifejleszteni, amely önmagából is jár, és termeli az energiát állandóan, csak a fizika éppen tiltja. Vannak emberek, akik ebben vannak, hogy majd ők fogják kitalálni azt az autót, ami nem csak, hogy egyedül mozog, hanem nem is kell bele tankolni semmit, hogy a végtelenségig menni fog, hát csak éppen a fizika tiltja. Hát a fizikával kicsit nehéz így vitatkozni. A helyzetet kell megnézni, hogy mi történt itt. Lehet, hogy valamit akarok, ami nem lehetséges. Lehet, hogy szeretnék valamit, csak hozzá kell még valamit tanulni. Meg kellene változnom. Na, az mindig a legnehezebb. Hogy nem hibás vagyok, nem én vagyok a felelős, hanem egyszerűen még nem tartok ott. Hát ezt ismerje el az ember önmagának. Hogy egyszerűen nem tartok ott, hogy az valósulhasson meg, amit én szeretnék. És igazából a helyzet se olyan. Hogy lehet ezt valójában kezelni? Mert ugye lehet erre a gyereket rátanítani, hogy a helyzetet kell elemezni, meg kell tanulni, amit még nem tudsz, fejleszteni kell, amire még szükséged van, és akkor ugye azt a problémát meg tudja oldani. Én remélem, hogy azért az iskolában erre egyre jobban tanítják a gyerekeket. Csak ugye mindig lesz a következő helyzet. Ha az első frusztráló helyzetet meg tudtam oldani, majd jön a következő. És a következő. És a következő. És még a következő, akkor már tudom már kezelni, értem, ugye ez a jó megoldás. Nem csak levezetem a szorongást, és akkor legalább én nem érzem, nem kezdek felelőst keresni, nem kezdem kikerülni a helyzeteket, hanem próbálom kezelni a helyzeteket, csak gyerekek. A negyedik, ötödik, hatodik ilyen helyzet után rájövök arra, hogy és így lesz ez tovább. Akkor jó, hogy én megtanultam, hogy mi a jó megoldás, csak egy dolog még hiányzik. Na, és erről nem beszélnek az iskolába. Lehet, hogy az előző dolgokról sem nagyon beszélnek az iskolába. Lehet, hogy soha nem is nagyon beszélünk ezekről. De egy dolog hiányzik még. Hogy lehet ezt kibírni? Hogy mindig jön a következő helyzet, amikor szembe kerülnek, a képességeim, a lehetőségeimmel. Na, erre is van egy válasz. És a válasz az, hogy kell egy magasabb szempont.
Hát én ugye benne vagyok ebben a helyzetben. De igazából kellene olyan információ, egy magasabb szempontból, ami az igazat mondja én magamról is, meg az igazat mondja arról a helyzetről is, amiben vagyok, de olyan biztatást ad, hogy én megnyugszom abban, hogy amit meg kell oldani, azt majd meg fogom tudni oldani, amit nem tudok megoldani, azt majd túlélem. És erre a reformátorok azt a szót találták ki, de nem ők találták ki, de erre a magasabb szempontra használtak azt a szót, hogy vigasztalás. Mi az a vigasztalás? A vigasztalás az az információ, az a valódi dolog, amit ha tudok, akkor gerincet ad nekem, hogy amikor a következő frusztráló helyzetbe kerülök, nem esek kétségbe, nem kezelem túl a helyzetet, hanem meg tudok nyugodni abban, hogy amit itt meg kell tanulni, azt meg fogom tanulni, amit pedig amit nem tudok megváltoztatni, azt el tudom fogadni. Mert van ez a magasabb szempont, amely nyugalmat ad. Nem a helyzetet nézem csak, és nem csak a helyzetben vagyok, hanem van egy magasabb szempont. Mi az a magasabb szempont? Mi? És így szól a kérdés, amit a reformátorok tanítottak. Majd mindjárt a válaszról is fogok beszélni, de az első dolog, amit tanítottak a reformátorok már a gyerekeknek, de azért a felnőtteknek is tették föl, az egyszerűen az a kérdés volt, mi a te egyetlen vigasztalásod életedben és halálodban? Magyarul. Állandóan frusztrált dolgok között élsz. Lehet, hogy megtanultad mindig kezelni a következő helyzetet, de idő után rájössz arra, hogy egészen a halálodig így lesz. Hát az lesz a szorongott állapot, amikor már tudod, hogy nem csak úgy, hogy meghalnak emberek, hanem szembesülsz azzal, hogy te is meg fogsz halni. Hát ha frusztrációról beszélünk, akkor ez ott a csúcspont. És most az volt a nagy kérdés, amit fel kell tenni, amit mindenkinek fel kell tennie magának. Hogy bírom ki az életet? És ha minden igaz, akkor egy ilyen dolog van. Egy ilyen dolog van, az a magasabb szempont, hogy ha ez igaz az életemre, akkor nem fogok kétségbe esni attól, hogy ha megoldom ezt a helyzetet, jön a következő. És a következő, és a következő. És mivel mondtam, hogy a reformátorok tanították ezt a kérdést, azonnal kiderül, hogy a válasz Istennel kapcsolatos. Hogy honnan van a magasabb szempont? Hát az nem egy másik emberi szempont lesz, mert a másik ember lehet, hogy más frusztráció között él, de az ő szempontja nem magasabb az enyémnél, csak más. De attól még nem jobb. Az is lehet, hogy nem rosszabb, csak más. Olyan szempont kell, olyan információ, ami az igazat mondja rólam, hogy én milyen vagyok, és az igazat mondja arról a helyzetről, amiben vagyok. Ugye a valóban létező egy igaz Istennek a szempontja az, aki megformálja az embert is, és irányítja az eseményeket is. Ugye nála összefut az a két dolog, ami a mi életünkben két különböző dolog. Hogy én mindig a helyzet, hogy én nem esek egybe a helyzettel, amiben vagyok. Nekem kezelnem kell a helyzetet, amiben vagyok. Az összes nincs az én kezembe. De Isten kezébe ott van az egész. Az ember, a jelleme, a gondolatai, de ott van a helyzet is a másik kezébe. Hogy mi történhet? Mi fog még történni? A magasabb szempont az éppen az, a hívő ember mondja természetesen. Olyan ember mondja, aki valóban ismeri ezt az egy igaz Istent, azt mondja, hogy tudod, mi nekem a vigasztalásom?
hogy nem nekem kell mindent megoldanom. A vigasztalásom az az, hogy én Isten kezébe vagyok. Én figyelek oda, hogy ő mit mond. Mit mond rólam? Mi baj van velem? A bajra mi lenne a megoldás? Miben kellene fejlődnem? És hogyan tudok fejlődni ezekben a dolgokban? Az az egyik. És a másik, ugyanaz az Isten elmagyarázza nekem a világot. És teljesen őszintén elmondja nekem a Bibliában, hogy ez a világ nem normális. Hogy az, hogy állandóan ilyen frusztráció között élünk, az nem egy normális dolog. De azért nem csak rossz dolgok vannak, hanem Isten képes arra, hogy irányítsa az eseményeket úgy, hogy amit ő tőlem akar, és ami megtörténik, az függjön össze úgy, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Ez az a magasabb szempont. Mi a vigasztalás? Az igazi vigasztalás az, hogy nem vagyok a magamé. Nem kell nekem mindent megoldanom, mert én az Istené vagyok, aki gondoskodik rólam. Ami nem azt jelenti, hogy akkor én leülök, és akkor jön a sült csirke, hanem úgy gondoskodik rólam, mint a szülő a gyerekről. Megtanítja arra, amit tudnia kell. Megadja azt, amit a gyerek még nem tud. Az elején ugye a feleségem sütötte a pizzát a lányunknak, most közösen sütik a pizzát, még 2 év, és akkor már a lányom süti a pizzát az anyának. Azt már megtanulta. Hát ha már megtanulta, akkor lehet, hogy a születésnapján anyu még süt egy pizzát neki, de ha már megtudja, akkor ha van ilyen kedve, és megadjuk neki a lehetőséget, akkor tud pizzát sütni, mert megtanulta. Hát Isten ugyanúgy bánik velünk. Egy. Elmagyarázza nekünk, hogy milyenek vagyunk. Mi a baj velünk, és mi a megoldás. Erről beszélnek az Isten tiszteleten. Minden héten, meg a bibliórákon. Az összefoglaló szó az, hogy bűn. Az a legnagyobb bajunk, amit úgy lehet lefordítani a legjobban, az a legnagyobb bajunk, hogy nem hallgatunk Istenre. Mert ha hallgatnánk Istenre, akkor megkapnánk azt a vigasztalást. És a másik oldalon, Isten nem csak egy felső tanácsadó, aki elmondja az ő ügyes ötleteit arról, hogy én milyen vagyok, hanem ő ugyanaz az Isten, aki megteremtette, és irányítja ezt a világot. És ha odafigyelek arra, amit ő mond, akkor ő irányíthatja úgy is az eseményeket, hogy olyan dolgok történnek, amikre nem is gondoltam volna. Olyan dolgok válnak lehetővé, amelyek eddig lehetetlenek voltak. Nem azért, mert én olyan ügyes voltam, és megoldottam, és erőlködtem, hanem egyszerűen követtem azokat az utasításokat, amelyeket Istentől kaptam, és a másik oldalról is kezd valami elindulni, és a kettő dolog találkozik, és hé, mégiscsak megvalósul. Mi feleségemmel 1996-ban házasodtunk össze, és készek álltunk arra, hogy másnap menjünk, vagy jöjjünk ide Magyarországra, és kezdjük el a munkát. Először a nyelvtanulás természetesen, amikor nem megy, de már tele voltunk energiával, na, akkor mehetünk. És akkor az esküvőnk napján kaptuk a hírt a missziós társaságtól, hogy ja, hát most egy kicsit jobban nézték meg az előírásokat, és a házasság első évében nem küldenek ki senkit. Mi van? Nyár elején van, arra készültünk, hogy nyáron költözünk Budapestre, aztán kiderült, hogy talán majd egy év múlva, hogy mi van? Nem tetszett. Kerestünk munkahelyeket, tanítottam akkor a szakiskolába, amiről beszéltem, feleségem hittanoktató lett Rotterdamba. Aztán jött a hír, ja, és van még egy misszionárius képzés. Hát persze, hogy lesz még egy misszionárius képzés, de hát az majd a következő ősszel lesz. Ja, mi van? Letelt az egy év, és még mindig nem.
Először még egy misszionárius képzés. Angliába. Jó van. Oké. Na akkor mi lesz a házunkkal? Itt bérlünk egy házat. Hát ez mégiscsak kár, hogy itt is bérlünk, meg ott is bérlünk. És kapunk egy telefont, hogy hát képzeljétek el, van itt egy misszionárius házas pár Afrikából, akik pont arra az időszakra szeretnének Hollandiába jönni, beszámolni, családdal találkozni. Úgy tudjuk, hogy akkor ti pont Angliába lesztek. Így van? Hát így van. Semmi erőlködés. Erről beszélek. Szorongás volt azért, hogy mindig nem mehetünk Magyarországra. De ilyen apró dolgokból kiderül, hogy azzal nem kell foglalkozni. Majd abba a házba is, amiben most ti vagytok, lesz egy albérlő, akkor arra néhány hónapra is, ugye valaki vigyáz a házra, a cuccokra, számla ki lesznek fizetve. Jaj, de jó. A vicces, hogy ezekkel az emberekkel még soha nem találkoztunk, se előtte, se utána. Tehát mi úgy mentünk Angliába hétvégén, hogy hétfőn ők jönnek, amikor visszajöttünk, ők már visszamentek. Tehát, na, vannak ilyenek. És utána még egy év. És végre 1999-ben nyáron Budapestre tudtunk költözni. Elkezdődött a nyelvtanulás. Egy éven keresztül jártunk nyelviskolába. Jó, na akkor végre, 2000 nyarán ott vagyunk, elkezdhetjük a munkát. És pont akkor a missziós társaságnál olyan társaságot hoztak létre, amiben mi pontosan belefértünk. Ahol használhattuk azokat a dolgokat, amelyeket már Hollandiába tanultunk, ahol csak magyarokkal együtt tudtunk dolgozni, ugye mind sok amerikai is van a misszióban, de mi magyarokkal akarunk, azért jöttünk ide, magyarokkal akarunk dolgozni. Ha egy évvel korábban jöttünk volna, ez a csapat még sehol nem lett volna. Nem biztos, hogy mi abba vele körülünk. Ha egy évvel később jövünk, akkor ez a csapat már rég megvolt, és egyáltalán nem biztos, hogy bennünket még elfogadnak hozzá. Értitek? Sem. Hát szorongás volt, 3 éve kellett, volt sírás is, ha mi már szeretnénk menni, hát mi ez az egész? Akkor még egy kicsit kevesebbet tudtunk az életről, mint most. Van, amikor az embernek türelmet kell tanulnia. Nem volt egyszerű. Egyáltalán nem volt egyszerű. De most utólag látom, hogy tényleg így van. Hogy amikor odafigyelek, hogy Isten mond, akkor megfelelő pillanatban, a megfelelő helyen vagyok, és olyan helyzet alakul, amit én nem tudtam volna alakítani. Csak megadatott. És így tanul az ember. Megtanulja, hogy tényleg az a vigasztalás. A vigasztalás az, hogyha annak a kezébe vagyok, aki engem jobban ismer, mint én önmagamat, aki szeret engem, és szeretne nekem segíteni abban, hogy egyre inkább legyek az az igaz ember, akinek Isten engem teremtett, és a másik oldalon, hogy ugyan ő kezébe tartja a világnak a dolgait is. Engem tanít olyan dolgokra, amelyekre szükségem van, hogy majd, amikor átalakul a helyzet, olyan ember legyek, aki pontosan fölismeri, hogy ebben a helyzetben ez a jó, beleillek a helyzetben, mint kulcs a zárba, és kár volt annyit szorongani. Kár volt annyit sírni. Kicsit jobban kellett volna megbízni. Csak az hívő embernek adatik ez természetesen. Aki nem ismeri Istent, honnan venné ezt figyelembe? Ezért jó dolog, hogy itt Gyönkön is van keresztény közösség, ahol lehet Istenről hallani, lehet Istentől tanulni, és lehet segíteni egymásnak a mindennapi frusztrációkban is. Mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében, hogy az én életemben is vannak olyan helyzetek, amelyeket pont a másik négyféle képen kezeljük, nem a megfelelő módon, hanem valami más keresünk, mert éppen frusztrált vagyok. Tudunk egymásnak segíteni abban, hogy visszataláljuk a helyes megoldásra, az adott helyzetre nézve is,
és hosszú távon, hogy tudjuk egymást újra biztatni, hogy nézz fel Istenre, siess ő hozzá, borul el előtte, fogadd el, amit ő mond. Mert ez az egyetlen vigasztalás. Életben is, halálban is. Az egy másik történet, ez a húsvéti történet. Nem fogom most elmondani, majd karácsonyra készülünk. De amit mondok, amit eddig mondtam, hogy az első része pszichológia. Önismert, az ember ismerje fel önmagát. És amikor ezt végig beszéltük, olyan kérdéshez jutottunk el, amit már akkor, amire már akkor is tudták a választ, amikor pszichológia még nem is létezett. Nem kell pszichológia ahhoz, hogy az ember értse, hogy a következő frusztráció már ott van a küszöbön. Nem is az a kérdés, hogy lesz-e még frusztráció az életemben. Az a kérdés, van-e vigasztalásom? Ha nincs, akkor az baj. Ha van, örüljök neki. Ha nincs, keressek. Keressem meg azokat az embereket, akik tudnak erről beszélni. Akár a gyönki református gyülekezetben. Az egész előadásnak az volt a lényege, hogy a legegyszerűbb, legóépítő, gyerekes helyzetből kiindulva fölépítsük az egész gondolkodást, és jussunk el odaig, hogy igazából a végső megoldás már mindig kéznél volt. Ez egy nem egy dolog, hanem egy személy. Az élő Isten, aki szeret bennünket, aki azt szeretné, hogy mindenki visszataláljon ő hozzá, és fogadja el, amit ő mond, mert ez a szintiszta igazság, és ettől lesz boldog az ember. Én remélem, hogy így érthető volt nagyjából. Én remélem, hogy megfogant a gondolatok bennünk, talán még akarunk dolgokról beszélni. Mindjárt itt a másik szobában lesz egy szeretett vendégség, lehet egy kicsit enni, inni, kicsit mozogni, ha bármi kérdés felmerült. Lehet hozzám is jönni, feltenni a kérdést, a lelkész úrhoz menni, vagy azokhoz, akik szétosztották a meghívót ma is, meg a múlt héten is. Beszéljünk ezekről a dolgokról. Köszönöm szépen a figyelmet!